kérem szépen, ugye hát a fogorvosok és a filozófusok a gyökerekig hatolnak. És mindenki igyekszik valamilyen értelemben a dolgoknak az eredetével kapcsolatban is valami okosat mondani. Nos, tegnap azt az előadást már hallottam, amikor Hankis könyveinek a mostani szerkesztője mondotta, hogy ugye az egyetemi hallgatóknak milyen nagy dolog volt az, hogy a Hankis könyv. No, kérem gyalázattal, én 1979 és 84 között voltam egyetemi hallgató, és ott nem véletlen pillanatnyi elmezavaromban van feltéve az a könyv. Tehát világosan emlékszem, hogy mi, mint biológus hallgatók egymás keziből téptük ki annak idején a Hankis könyveit, ugye a gyorsuló idő legendás sorozatban jelentek meg ezek. És egy csomó mindenről, amire most szó lesz, meg később is lesz szó egy ilyen interaktív játékszerűségben, amint látom. Ugye, tehát többek között a játékelméletnek a különböző szociológiai használatáról, és onnan lehetett értesülni. Na most, ez a dolog valójában egy egész univerzumra reflektál, és szeretném a társaságnak elmondani, hogy ez a gondolat, ez borzasztóan gyümölcsöző lett a különböző kezekben, és számottevően tovább is ment annál, ami Hankis könyveiben olvasható, ezt is meg kell mondani. Ilyen értelemben volt egy több hullámban egy ilyen professzionalizálódás ennek a területnek. Most kérem szépen, tehát ez a 70-es években születtek ezek a könyvek, és például itt van 1981-ben egy nagyon híres cikk, nem emlékszem, hogy bármikor is idézte volna Hankis, 1981-ben Science, The Evolution of Cooperation. Ez egy klasszikussá válik, és nagyon érdekes, hogy a két szerző máshol és máshonnan jön, Axelrod politológia professzor, William Hamilton meg evolúcióbiológia professzor. Nos, kérem szépen, ez az egyik fókuszpontja az egész dolognak, amiről röviden szeretnék beszélni, de valójában ennél, ha gyökerekig akarunk hatolni, akkor az előbb van, ugye, körülbelül egy évtizeddel. Az igazán klasszikus cikk a Maynard Smith Price cikk, The Logic of Animal Conflict Nature-ben. Miért? Azért, mert ebben a cikkben van megalapozva az evolúciós játékelmélet, Evolutionary Game Theory. Nos, kérem szépen, ez hihetetlenül sikeres lett, elannyira, hogy a játékelméletre való hivatkozások többsége az már nem közgazdasági, hanem biológiai, meg lehet ellenőrizni. Hogy lehetséges, miért van ez? Azért egyébként, mert a biológiai szituációkban az evolúció során a populációk úgy viselkednek, mintha abszolút racionálisak lennének, abban az értelemben, hogy azért túl, akinek az élettartamán keresztüli szaporodási sikere a legnagyobb. Aki nem ezt csinálja, azt nem fog reprezentálódni 20 generációval fölfele, igaz? De ilyen értelemben, ez nem tudatos, nagy félreértse valaki, de úgy viselkednek a biológiai populációk, mint a végtelenül racionális aktorok lennének. És ezért lett sikeres, ellentétben a korai játékelmélettel, a közgazdaságban, ezért lett annyira sikeres a játékelmélet a biológián, mert ott tényleg lehetett alkalmazni. Most egy kicsit tudom, hogy karikírozom a helyzetet, de van egy nagyon fontos eleme ennek. Mint a Price eredetileg fizikai kémikus volt, a Maynard Smith pedig repülőgépmérnök eredetileg. Csak ez mutatja, hogy mennyire összejönnek a különböző indítatás emberek egy fokális pontban. Most kérem szépen, nagyon sokáig a magyar közvéleménybe ez a dolog nem került így bele. Tehát tanultunk például Vida Gábor miatt ugye az evolúcióról, részben Juhász Nagypál révén és így tovább, de valójában az én emlékeim szerint az evolúciós játékelméletről valami kis duma 1984-nél előbb nem jelenik meg a magyar irodalomban, ez is csak akkor, amikor Vekerli Laci bácsi az evolúció könyvsorozat negyedik részében a posztmodern evolúciós antiszintézis
cím alatt kitér az evolúciós játékelméletnek a szerepére is. Aztán megjelenik Richard Dawkinsnak a Síklaki István által fordított könyv, az Önző gén, The Selfish Gene, ugye, ami megint egy klasszikussá válik. Ott már Dawkins azt írja, hogy Darwin után talán a legfontosabb hozzájárulás az evolúció elméletéhez az evolúciósan stabilis stratégiák megszületése, evolutionarily stable strategies, ez a hivatalos neve a dolognak. Na most az evolúciós stabilis stratégiák az olyan, mint a Nash egyensúly, bocsánat, hogy muszáj valamit mondanom a technikáról, olyan, mint a Nash egyensúly, csak van egy stabilitási kritérium is, magyarán, hogy az, ha van egy alternatív legjobb válasz, akkor az, hogyha kicsi denzitásban van a populációban, nem tud betörni. Ez a stabilitási kritérium. Ezért több az evolúciós stabilis stratégia, mint a Nash egyensúly. Na kérem szépen. Most, hogy ezek megvoltak, akkor elkezdték lassú dadon vizsgálni ezeknek a különböző modelleknek a kooperációban betöltött szerepét, ugye visszamenve az Axelrod-Hamilton cikkre, és 2003-ban jelenik meg egy nagyon fontos könyv, egy Dahlem konferencia könyve, Peter Hammerstein szerkesztésében, The Genetic and Cultural Evolution of Cooperation. Na ez rendkívül fontos, mert a címe mutatja, hogy itt két dolgot kell összerakni. Ugye? És ugye várurunk kedvenc szavajárásával, ugye? Tehát mindenkinek kicsit ki kell jönni a komfortzónájából ahhoz, hogy valamiféle előrelépést lehessen tenni. Az a könyv, tehát 2003-ból ebbe az irányba megy. Na kérem szépen, mi minden történt röviden? Az egyik dolog az, hogy az emberek elkezdtek kísérletezni ellenőrzött feltételek között, ugye például egy Ernst Fehr nevezetű nagyon híres experimentális ökonómus az ETH-ból Zürichről, amikor ilyen klasszikus játékokat egyébként, amit például ezt Hankis is érinti, ellenőrzött körülmények között, ugye különböző feltételezések mellett újra és újra játszották az emberekkel, méghozzá tétje volt a dolognak, tehát komoly pénzeket lehetett veszíteni és nyerni, amit be is kellett írni a grant applikációkba, mert oda kellett adni a pénzt. He? Na, tessék elképzelni, hogy a Magyarországon az Otkának beadok egy olyan pályázatot, amiből kiderül, hogy én szét fogok osztani egy csomó pénzt az embereknek. Na, ott azért Svájcban kicsit több pénz van, ott ez azért könnyebben ment. Na, a lényeg az, hogy ezek a kísérletek aztán egy csomó minden dologban kitágították a látókörünket, erről beszéltem máshol is, például itt egy kocsmában, Kőszegen, nem fogok a részletekbe belemenni, ám de valamit azért nagyon szeretnék elmondani, hogy a kooperációnak a vizsgálata, így, meg úgy, meg amúgy, modellek, kísérletek, antropológiai összehasonlító vizsgálatok, kutyagumi, minden, ami eszébe jut az embernek, az világosan megmutatta, hogy az az idea, ugye a nemes vadember, the noble savage, tehát az abszolút bullshit kategóriába tartozik. Tehát soha nem volt ez egy olyan fantazmagória. Kérem szépen, ahol nagyon megbízható adataink vannak, azok a vadászógyűjtögető, hunter-gatherer társaságok, akik ma is léteznek, hála jó Istennek, meg nagyon régóta, ugye százezerek évekre visszamenően is léteznek, és hogyha azt megnézzük őket, akkor azt látjuk, hogy statisztikát lehet készíteni, és statisztika szerint egy átlagos vadászógyűjtegető embernek a sansza, hogy az életét egy másik vadászógyűjtegető ember fogja kioltani, az nagyobb, mint 10%. Tehát több, mint tizedelés zajlik, és zajlott azokban a populációkban, és ez nem korlátozódott, ladies and gentlemen, arra, hogy a hímek ugye Dudasszó mellett fejbe verték egymást, hanem például ez egy korai genocidiumnak a dokumentálás, ez viszonylag úgy, ez 13 ezer év előttre származik, lehet látni, hogy kecsesen össze vannak kötve a kezek, a hullája kezei, és hímek, vagy férfiak, nők és gyerekek egyaránt ott vannak kellemesen a
a hekatombában. Tehát szépen agyonverték egymást. Egyébként nagyon érdekes, ezt nem tudjuk, hogy van-e direkt kapcsolat, de pontosan körülbelül 13 ezer évvel ezelőtt volt egy impact, egy meteorit jellegű impact, ez szintén nem régi felfedezés, ami természetesen az akkor egyébként még mindig nagyon fluktuáló éghajlatot még rosszabbá tette, és lehet, hogy a konfliktus a forrásokért kieleződött, és ez az extrém eset, tehát amikor nem csak ugye hímek ütik agyon a másikat, hanem végére járnak a dolognak, ha szabad így mondani, lehet, hogy összefügg ezzel a dologgal. Nos, ez annyira igaz, hogy Sam Bowles 2007-ben, aztán rövid pár perc múlva abba is hagyom, de ezt muszáj megmondanom. Tehát Sam Bowles eredetleg mikroökonómiával foglalkozó úr a Santa Fe intézetből egy munkatársával produkál egy cikket, Parochial Altruism and War címmel a Science folyóiratban, amiben lényegében egy modellt csinál a szituációra, hogy egy hunter-gatherer society-ban a konfliktusok és a kooperációk tekintetében milyen minimális dolog az, ami megmagyarázza ezt a fajta kétarcúságot. Kurzum gut, nem megyek bele a részletekbe, bár azok vannak szépen, azt találja, hogy van egy olyan stratégia, ami, ha nem is szorít ki mindenki más, de nagyon nagy gyakorisággal újra és újra dominálja a populációt, az a parókiális altruista, ami azt jelenti, hogy lelkesen kooperál a csoporton belül, és dudaszó mellett hajlandó agyonverni az egyéb csoportnak a tagjait, ugye, a külső csoport. Na most kérem szépen, ennek a cikknek a citációs statisztikája az, hogy majdnem eléri a 700-at 2007 óta, és a legkülönbözőbb emberek elkezdtek foglalkozni, hogy ez most, ők megmondták, hogy az nem tudjuk, hogy ez így van-e, de félredetességes. Ezek a modellek, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni annak, aki nem modellez, ezek ha-akkor típusúak. Ha ezek és ezek a feltételezések igazak, akkor ez és ez a következmény. Az egy empirikus kérdés, hogy a feltételezések stimmelnek-e, illetve, hogyha a feltételezéseket módosítjuk, akkor mi egyéb következmény jön ki belőle. No tehát, darüber hinaus, ahogy a művelt kínai mondja, így van, de, pontosan, de darüber hinaus, nagyon sok vizsgálat született a 2007-es klasszikus cikk óta. Nyilvánvalóan nem fogok most ebben maradék két percben 700 cikket ismertetni, de néhány dolgot azért el kell mondanom. Az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az a következő volt, ami tulajdonképpen következménye az elméletnek, és akkor, amikor publikálták, akkor még senki se látta előre, hogy ilyen is lesz belőle. Nagyon fontos azt megtudni, hogy milyen biológiai mechanizmusok mediálják a szociális viselkedéseket. És ebben többféle dolog szerepel, ugye rendszerről van szó, de az egyik, ami nagyon fontos szerepet játszik, egyébként az emlős állatokban általában is, az az oxitocin nevezetű hormon. Az oxitocin viszont nagyon érdekes dolog, mert ugye úgy még úgy tanultam a középiskolában, hogy ugye az a terhes méh összehúzódását segítő. Hát ez egyik szerepe, bennem is van egyébként oxitocin, és egyelőre még nem látom, hogy különösebben terhes lennék. Tehát valami szerepe ugye itt van. Na, állatokban például a territoriális viselkedés az utódgondozásban van többek között szerepe. Na de, most akarom, ez lesz a punchline akkor, a jutalom. Kérem szépen, az oxitocint spré formájában az embereknek egyszerűen nazálisan be lehet adni. Nincsen egyébként szaga, tehát ez még külön jó dolog. Tehát azt csinálták, hogy kooperációs kísérleteket csináltak úgy, hogy vagy oxitocint fecskendeztek, tehát az orron keresztül a pofákba, vagy nem. Okay? És megnézték, hogy hogyan viselkednek az emberek ennek. Nos, hát történetesen az a megdöbbentő eredmény jön ki, hogy az oxitocin hatása legalábbis a kísérletben szereplő férfiakra, az
gyakorlatilag megegyezett azzal, ami a parokiális altruizmus elméletéből következne. Vagyis, hogyha oxitocin hatása alatt vannak a drága férfiak, akkor megnő a csoporton belüli kooperáció valószínűsége, és megnő a más csoportokkal szembeni agresszív viselkedés valószínűsége is, de van egy kis bibi. Az agresszió ugyanis kétféle lehet, offenzív és defenzív. A kísérletekben az olyan, hogy az defenzív agressziónak a valószínűségét növelt, offenzívét nem. Nem tudjuk, hogy mi a diszkrepancia, de attól izgalmas a tudomány, hogy meg kell tudni, hogy mitől van a diszkrepancia. Aztán, ez az utolsó, csak hogy Jim is itt van, el akartam még ezt mondani, egy Ruth Mace nevezetű antropológus az Imperial College in Londonból csinált egy kísérletet Észak-Írországban, katolikusok és protestánsok bevonásával, úgyhogy ők nem tudták, hogy kísérleteznek rajta, ugye az az igazi, nem úgy, mint a kvantummechanikában, tehát nem tudták, hogy kísérleteznek rajtuk. Lényegében a kétféle kísérletet végeztek, az egyik az, hogy milyen valószínűséggel adakoznak különböző iskoláknak, ha felszólítják őket, illetve, hogyha találnak egy levelet az utcán, akkor milyen valószínűséggel mennek be a postahivatalba, mert külön úgy be kell menni a postahivatalba, aszerint, hogy a megítélésük szerint most ez katolikus, vagy protestáns, vagy mondjuk zsidó, ugye? Tehát nem tudom, igaz? Na, kérem szépen, ebben a kísérletben Ruth Mace azt találta, hogy valóban igaz az, hogy ez a clue, tehát hogy in-group, out-group, ez valóban az ellenőrzött kísérletek következményeként azt derült ki, hogy az embereket valóban triggereli az a helyzet maga arra, hogy az out-gruppal szemben ellenségesen viselkedjenek, vagyis eldobják egyszerűen a levelet, de a saját csoporttal kapcsolatos kooperáció szintje nem növekedett a kísérlet során. Tehát itt ugye a predikciónak a másik érdekes, a másik oldal egy kicsit sántít. Na, a jövő zenéje lesz az megtudni, hogy milyen kontextuális hatások vannak, amelyek nyilvánvalóan bonyolultabbá teszik a képet. Az ilyen modellek soha nem, amikor megjelenik 2007-ben egy ilyen modell, a szerző se gondolja komolyan abban az értelemben, hogy akkor ez most pure gold, ugye ez tiszta arany, akkor ő most megmagyarázott mindent. De a pure gold, vagy ma majdnem pure gold ott van, hogy közel 700 cikket triggerelt, amik a legkülönbözőbb aspektusából próbálják áttekinteni a helyzetet, kísérleti, elméleti, összehasonlító, antropológiai, mindenféle dologból, és így úgy látszik, hogy mélyebben a tudás elmélyülése, amit például a kvantummechanika hozott a kémiában, a tudás elmélyülését ezek a kísérletek, elméleti modellek és hasonlók valójában meg fogják hozni ebben az elég nehéz kérdésben is, ahol nem babra megy a játék, mert azt világosan tudjuk, hogy azok a jelenségek, amelyeket Gelencsér professzor bemutatott, ezeknek a problémáknak a megoldására vagy kooperatív megoldás születik, ladies and gentlemen, vagy nem lesz megoldás, és akkor lesz egy kis baj, ugyebár. Köszönöm szépen.